Bridges az egy IT fejlesztésekkel foglalkozó vállalkozás. Jelen pillanatban a Balaton teljes területén lefedettséggel rendelkezünk. A Balatoni Hajózási ZRT azt a megoldást kereste, hogy neki egy olyan megbízható, gyors és üzembiztos hálózat kellett, amin a IP technológiát használva át lehet hidalni, vagy át lehet vinni minden olyan telemetria adataikat, ami a hajózás üzemeltetéséhez szükséges. Egy olyan hálózatot tudtunk építeni, ami a Bahart igényeit, tehát a Balaton Hajózási ZRT igényeit is kielégíti, megfelelően jó minőségű wifi szolgáltatást lehet nyújtani a vitorlás és az egyéb bérlőinek, és így született meg a jelenleg is üzemelő és közösen hasznosított vezeték nélküli hálózat. Minden olyan ponton, ahol a Bahart hajó kikötnek, ott jelen vagyunk. Nem csak ahol kikötnek, hanem a hajókon is. Tehát a menetrend szerinti hajókon, a kompokon, a egyszeri, alkalmi hajózási programokon mindenütt megtalálható a szolgáltatásunk. A megépült hálózattal együtt született a saját szolgáltatásunk, amit Smart Wifi-nek nevezünk. Ez igazából egy olyan hotspot rendszer, ami más alapokra helyezi a klasszikus Wi-Fi szolgáltatásokat, klasszikus hotspot szolgáltatásokat. Igazából nekünk a célunk az az, hogy nem az internet szolgáltatásból kell egy ilyen rendszert fejleszteni, eltartani, üzemeltetni, hanem megpróbáljuk olyan más kereskedelmi bevételekből fenntartani ezt a hálózatot, ami nem feltétlenül köthető az internet szolgáltatáshoz, így biztosítva van az ingyenessége a szolgáltatásnak. Szakítva az eddigi hagyományokkal, mi nem keresztbe a vízfelület felett gondolkodtunk az összekötetésekben, hanem egy redundáns köröket alkotva, parttal párhuzamosan haladva építettük ki a gerinchálózatot. Ez ugye nagyobb munkát, nagyobb eszközigényt és nagyobb beruházást igényelt, viszont az üzembiztonság szempontjából ez kulcsfontosságú kérdés volt. Olyan partnert kerestem hozzá, aki megfelelő támogatást tud folyamatosan biztosítani, illetve az esetlegesen menet közben felmerülő igényeinket, azokat gyorsan tudják reagálni és a fejlesztésekből be tudják azonosítani. Ezért esett a választás a Cambio Networks termékeire, hiszen itt ezeket a feltételeket mind megkaptuk, és folyamatosan támogatták a projekt megvalósulása alatt a munkánkat. A mi döntésünk az ePMP családra esett, tehát ebből a PTP 480-as és a ePMP rendszer az, ami alkalmazásra került. Ez ugye hozta azt is, hogy az átviteli képesség, amit ezek a Cambio PTP kapcsolatok tudnak, az mind megvalósult, tehát vonali szakaszonként körülbelül 170 megabit agregált teljesítményt tudnak. Cél volt az, hogy ha már készítünk egy partner céggel közösen egy projektet, akkor próbáljuk meg az ő kínálatában lévő eszközökkel megoldani a feladatokat. Ezért meg is építettük a hotspot rendszert a Cambium kínálatában található 1000-es hotspot eszközökkel. Menet közben feljövő vagy jelentkező igényeket ők nagyon gyorsan le tudják reagálni. Ez így is történt. Volt olyan fejlesztő igény, amit kimondottan a mi kérésünkre építettek bele a firmware-be. A 2016-os évben sikerült teljes mértékig megvalósítani a hálózat kiépítését. Ez ugye érintette az említettek szerint a parti létesítményeket, kikötőket, és nem utolsó sorban a teljes hajóflottánkat. Így most azt gondolom, hogy az sétahajónkon résztvevők selfie közzétételéhez és a konkrét üzleti utasainknak a folyamatos ügyintézéséhez is hozzá tudtunk járulni. Emellett a saját üzleti kommunikációnkat is segíti a hálózat, és akkor utolsó helyen említettük, amit számomra talán a legfontosabb a marketing tevékenység során, hogy a marketing üzeneteinket is egy nagyon stabil hálózaton tudjuk eljuttatni az utasoknak. Tavalyi adatoknál, amikor Balaton csúcsidő, tehát nyár közepe, elértük a 3800-3900 szimultán felhasználót, tehát ez
összeaggregált teljesítményben nem jelenik meg olyan nagy terheléssel, mint egy vezetékes otthoni szolgáltatás esetén, de így is azért a 100-150 megabites csúcsokat el csíptük. A rendszer döccenőmentesen, akadálymentesen vette a feladatokat. Az idén azért ez ugye lényegesen több lesz, hiszen csak a BAHAT részéről már 2000 kártya ki lett osztva, ami 4000 vendéget jelent alapból, plusz emellett a teljes hálózat kiépült, tehát sokkal nagyobb terhelésre számítunk.